Keményen edzenek a pécsi Formafit SE aerobikosai. A legtöbben már túl vannak a tavaszi versenyeken, de ketten Portugáliában világbajnokságon szerepelnek hamarosan. Most zajlik az első fél évnek lényegében a zárása. 8 versenyünk van ebbe a fél évbe, így a pandémiás helyzet után ez elég sűrűre sikeredett végre ez a tavaszi szezon. A magyar bajnokságnak vége lett, most a múlt hétvégén sikerült 8 érmet szerezni a gyerekeknek. 3 ebből magyar bajnokok is lettek, úgyhogy nagyon örülünk ennek az eredménynek. Egy területi verseny van még vissza, inkább ilyen levezetés jelleggel a nyári szünet előtt, illetve 2 versenyzőnk a világbajnokságra készül, úgyhogy gőzerővel zajlik a felkészülés. Teljesen újoncok a gyerekek, abszolút első nagy versenyükre készülnek. Első éves utánpótlás 2-es kategóriájuk, az azt jelenti, hogy 12 évesek. Az egyik, a kislány már elmúlt, kisfiú csak évvégén lesz 12 éves. Azt, hogy egy jó gyakorlatot mutassanak be, magukhoz képest minél jobban képviseljék ezt a kategóriát. Reméljük, hogy döntőbe azért kerülhetnek, meglátjuk. 8-as a döntő. A világbajnokságra készülő páros, Sárkány Sára és Imre Zétény már versenylázban ég. Én most jelenleg nagyon izgulok, mert ugye ez lesz az első ilyen nagyobb versenyünk. Ugye ezzel a gyakorlattal már MK-kon felléptünk, szóval szerintem nagyon nem lesz nehéz, meg szerintem nem nehéz, és én szeretnék minél jobb eredményt elérni. Ilyen 3-2 éve vagyunk együtt, ugye egy pár, és szerintem azért valamennyire összeszokott, de még nem teljesen. Anyukám szerint régen, amikor zenét hallottam, akkor nem táncolni kezdtem, hanem tornázni, és azért keresett egy sportot, ami ilyen jellegű, és megtaláltuk az aerobikot. Én nagyon izgulok, én is szeretnék minél jobb eredményt elérni, és szerintem ez a gyakorlat nagyon jól össze lett állítva, és nagyon jó a zene, táncok benne, úgyhogy én várom igazából már. A tavaszi versenyidőszak feszes tempója után egy hónap nyári pihenőt kapnak majd a sportolók. Egyik versenyről másikra általában mindig a gyakorlatok javítgatása zajlik, illetve tartani azt a formát, amit ugye egy fél évig ki kellene nekik, hogy bírjon a fizikumuk, úgyhogy abszolút a gyakorlatról szól a versenyről versenyre a felkészülés. A köztes időszakban pedig képességfejlesztés zajlik folyamatosan. Rita nővére nyomdokaiba szeretne lépni. Én UP3-ban indulok sportaerobik, és eddig lettem 4., 3. és 2. Basic kategóriába indulok, csoport, trió és egy aerodance. Csoporttal 3. és 2. hely, trióval egy 6. és egy 4. hely, aerodance-el pedig egy szintén 4. hely. Talán, hogyha lesz esély, akkor ugyanúgy VB-re szeretnék majd jutni. Én trióban, csoportban és aerodance kategóriákban indulok. Csoporttal az előző versenyen 3. lettünk, most 1. Trióval az előző versenyen 3. lettünk, most 5. Aerodance-el az előző versenyen 4. lettünk, most 5. Az előadásmódunkban, meg a művészieségünkben, meg most van egy-két új gyakorlat, és azokat még nem bírjuk el annyira, de remélem, hogy ez az év végére javulni fog. Én egyéniben és trióban versenyzem. A Magyar Kupa első fordulón a trióval 3. lettünk, most sajnos volt benne egy rontás a gyakorlatban, úgyhogy sajnos csak 7. Egyénivel pedig mindkét versenyen 4. lettem. Igazság szerint talán ez a rontás volt az, amit most a legfőképpen ki kéne javítani, és akkor az alapján talán felkerülni így a dobogóra, úgyhogy ezt mondanám most a legnagyobb fejlődésnek. Szeretnénk majd a sportágban maradni, edzősködni, bíráskodni. A Nemzetközi Tornaszövetség, a FIG, az 1998-2002-es olimpiai ciklusban adta ki első önálló szabálykönyvét, melyet 4 évente módosítanak, formálnak, megtartva az eredeti alapokat. Az új olimpiai ciklus is hozott szabálymódosításokat. Pont új ciklusba léptünk most, ettől az évtől. Elég sok minden változott a gyakorlat összeállítását is, illetve az értékelést illetően. Sokkal inkább elment a művészieség irányába, illetve próbálják egy kicsit talán a laikus nézők számára is élvezhetővé tenni a sportágat, és erre vannak mindenféle próbálkozások. Meglátjuk, hogy az új szabályrendszer az hogyan fogja fogadni a közönség. Az aerobik világbajnokság június 16-tól 18-áig lesz Portugáliában.